Felkészülési mérkőzést játszott az élvonalban negyedik helyen álló Diósgyőr a Merkantil Bank Ligában, jelenleg negyedik Vasassal szemben, és jól kezdte a tiszta pirosban látható hazai együttes a találkozót, hiszen már az 5. perc legvégén Lukács Dániel közeli góljának köszönhetően a DVTK nagyjából 400 szurkolója előtt meg tudta szerezni a vezetést. Az élvonalban is remekül helytálló, remekül kezdő újonc, hazai körülmények között a Vasassal szemben is jó rajtot. Itt látható ez a jobboldali akció, ami Gyurektől indul, aztán Gera egyből teszi át a túloldalra, hosszú sarkon érkező Lukácsnak pedig nem volt igazából valóban nehéz dolga, hogy Jova Levente hálójába továbbítson. Az 5. perc legvégén tehát az egyébként rendkívül felforgatott összeállításban pályára lépő Diósgyőr megszerezte a vezetést, a Vasas pedig először túl az első negyed órán jutott el a hazai kapuig, amikor jött Urblik beadása, de Novotny Somáig mindez már nem jutott el. A 20. percben aztán Litauszki a kapuszájából mentett egy lapos beadást követően, a 26. percben pedig a Vasas is veszélyeztetett, de végül nem sikerült Tóth Milánnak 10-11 méterről a kapuba juttatni a labdát. A 27. percben újabb diósgyőri akció támadás, amely a bal oldalon Lukács és Akolatze között bontakozott ki. Utóbbi vette célba a rövid saroknál a kaput, itt látható még egyszer egy remek kényszerítő után. Akolatze éles szögből lő, de nem találta el a kaput. Az első játékrész hajrájában egy kicsit a Vasas el tudta altatni a DVTK csapatát, ebben az időszakban kevés esemény történt. Aztán itt viszont igen, Novotny Soma kap egy nagyon pontos beadást, és közelről, 6-7 méterről nem hibázott Novotny. A rutinos, egykoron a DVTK-t is megjárt támadó, pontosan fejelt Artamudjincov hálójába. Ezzel a találattal egyenlíteni tudott a Vasas, Bakki tette tovább, aztán Urbliktól jön a beadás, Novotny pedig szépen fejezte be az akciót, mondhatjuk, hogy tőle megszokott módon. Ez volt tehát az első félidő utolsó momentuma, némileg váratlanul, de egyenlíteni tudott a szünet előtt a Vasas együttese. 45 perc játék után tehát Lukács és Novotny góljaival 1-1-es döntetlen állt az eredményjelzőn. Aztán a második félidőben mind a két oldalon több változtatás is történt. A Diósgyőr és a Vasas is szerepeltette a fiataljait, így valóban felforgatott csapatokkal álltak fel most már a felek. Itt Vidát lőtte ki Jurek, aztán egy kicsit a Vasas játékosát ápolni is kellett, illetve nem Jurek, hanem Csatári volt, közelről találta el a kaput, vette célba, de végül is a Vasas játékosát találta el közvetlenül a második félidő elején. Az 54. percben járunk, amikor újabb diósgyőri támadás van kibontakozó félben. Holdanv Gergő tűnik el a földön, a játékvezető sípja azonban néma maradt. 54. perc, Girsik indít a jobb oldalon, aztán Szivacs kiad középre, érkezik Zimonyi, aki a csereként beállt Szentics mellett megszerzi a Vasas második gólját. Az angyalföldiek tehát rövid időn belül meg tudják fordítani ezt a felkészülési mérkőzést. Előbb a 43. percben Novotny, majd a második félidő 10. percében Szivacski megpattanó beadását követően Zimonyi Dávid volt az, aki a diósgyőri kapuba fejelt. Szép mozdulat volt, és érdekes mindkét Vasas góllal kapcsolatban, hogy beadást követően is fejjel esett. Bokros szabad rúgása immár a túloldalon, Ferencsik fejeli vissza, Csatári rákészül, és Jova a levegőben úszva tolja ki ezt a labdát, aztán Novotny Soma takarítja el, hogy még szöglet se legyen a szituációból. Ekkor már csak fél óra volt hátra az összecsapásból, szép jelenet futballra emlékeztető momentumokkal. Aztán itt voltak azok az időszakok, amikor mind a két oldalon jöttek egymás után a cserék, Szentics és Novotny Soma ütközése, és utána a fiatal korosztályos válogatott Bacsa Benyámin az, aki üggyel, bajjal, de el tudja takarítani a labdát a gólvonal előteréből. Ennél a szituációnál egyébként Kárló Szenticset ápolni is kellett, de végül is a Diósgyőr kapusa folytatni tudta a játékot. A 73. percben jártunk ekkor. Itt van még egyszer a szituáció, az esemény, egy mélységi labda, amire Novotny Soma és Kárló Szentics egyszerre érkezik, aztán az ismétlésnél Bacsának kellett hatalmasat mentenie, hogy 1-2 maradjon az állás.
78. perc, Akolatze fejjel tolja meg a labdát, három angyalföldi játékos között. Aztán éles szögből az oldalhálót találja el, igazából nem volt más megoldás, Akolatzének lőni kellett, mert belül nem volt már érkező csapattárs. Ügyesen tartotta meg, lefutott két angyalföldi játékost, de a kaput nem találta már el Akolatze. Ekkora mérkőzés ezen szakaszában, az utolsó negyed órában, 20 percben már mind a két oldalon több akadémista játékos is szerepelt, ők is megizlelhették a felnőtt futball világát, és a 90. percben még Jurek Gábor húzogat, ellövi keresztbe, de nem ér oda senki a Diós győriek közül. A 90. percben történt mindez, és itt a vége a mérkőzésnek, amit Lukács góljával még vezetett a Diós Győr, ezután azonban két fejesen a Vasas megfordított. A végeredmény tehát DVTK Vasas 1-2.